A legjobb párhuzam, hogy hogy távolodunk a természettől, szerintem a kasza és a motoros fűkasza párhuzama. Régen mi volt? Volt a kasza, az ember állt a természetben, suhant a penge, precíz mozdulatok, a búza meghajlott a tudás előtt, illatok szöktek a levegőbe, és a kaszás egyé vált a természettel. És most mi van? Motoros fűkasza. Kell hozzá olaj, legalább kétféle, benzin, hevederek, védőfelszerelések, damil, és még sorolhatnám, és akkor ott van a teremtés koronája, a bolygó élőlényei közül egyértelműen a legnagyobb gyökér, a fogyasztói társadalom lovagja beöltözve, és megy szembe a teremtett világgal. És akkor ott pusztul minden, érted? Ahogy berántod, a méhecskék, a gyíkok, a pockok, egyszerre visít fel a természet mindenki, aki él, hogy... Jaj, jön a faszfej, meneküljetek! És tényleg minden volt, hogy a gyerek egy félbevágott kígyóval jött utánam, hogy apa, nézd, mit csináltál! Mindegy, most már kettő van belőlem! Na de... Hogy jut el egy olyan ember, mint én, aki szereti a természetet, hogy azt mondja, hogy mindegy, most már kettő van belőle? Hát úgy, hogy a motoros fűkasza kikezdte az idegrendszerét. Ugyanis azt hinnéd, hogy te lekaszálsz egy domboldalt fél óra alatt, igen, hogyha a kasza úgy akarja. De a motoros fűkasza a modern világ tanítómestere. Megtanít a nyugalomra, a türelemre. És ha ez nem sikerül, agyvérzést kapsz. Először is be kell hozzá öltözni. Ez egy hosszabb ceremónia. A kaszához mi kellett? Maximum egy alsó nadrág, de az is csak akkor, hogyha túl hosszú a farkad, és félted, hogy a makkodat lenni. Én ezért használom egyébként. És egyszer csak megtörténik az, amikor a kasza megáll. Miért, azt nem tudjuk, de megáll. Most, ha te nem vagy gépészbeállítottságú, akkor egy valamire vagy kiképezve, a berántásra. Berántod egyszer, kétszer, háromszor, ezerszer, mert valamiért azt gondolod, hogy az ezredik berántásnál valami varázslat folytán ott a dolgok összeállnak, és minden megy, mint a régi. Nem. Nem fog elindulni a büdös életbe, és mikor már 40 000-szerre rántottad be, és annyi erő sincs az ujjaidba, hogy valahogy egy cigarettát megtartsál, hogy meg tudjál pihenni, akkor jön el a kálvária, amit csak vágóképekben mesélnék el. Szomszédhoz átmenni, segítséget kérni. Pálinka, pálinka, szomszéd átjön, szívességgel tartozol. Pálinka, pálinka. Szakértőzés, pálinka, pálinka. Hülye vagyok, nem ilyet kellett volna mennem. Pálinka, pálinka. Hogy ő megmondta, pálinka, pálinka. Hát mekkora fasz vagy, pálinka, pálinka. Kiderül, szomszédnak is ilyen van. Pálinka, pálinka. Szomszéd is tök hülye, hazamenünk, és a fű megközben csak nő és mosolyog. De mindközülről a legrosszabb, hogyha elfogy a damil. Ugyanis ez egy ördög lakat a kasza tetejében, amit folyamatosan feszít szét egy rugó. És ha még kezdő vagy, és az agysebészi mozdulatok egyikét is elrontod, akkor a rugó szétveti ezt az egészet, a damil, a szélrózsa minden irányába boldogan szökik szana szét, a kis csavarok, mint a pockok a vércselől úgy futnak be a fű alá, hogy a kurva életben meg nem találod többet, és akkor jön egy olyan földön túli őrjöngés, amit egyszer nem tudok már szavakba leírni. Tehát, na, ilyenkor nincs az, hogy a szörnyet elrejtem a gyerek elől, hanem a gyereket kell elrejteni. Tehát az asszony úgy menekít ilyenkor a kölyköt, mint napalm támadásnál. Hát, gyerünk, gyerünk, fogd be a füled, ne nézzél lapára, ne nézz, kusik, de miért, anya, menj, 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 meneküljél, kicsikém! Én pedig, a kurva, pff, anya, minden. Az a fajta vörös köd, ami mindent pusztít. Tehát ilyenkor egy gorilla beugrana a bozótból elém, úgy rognám picsán, hogy lefutna róla a bőr, érted? Tehát mondjuk eleve a gorilla az a segberugásra van tervezve, nem? Tehát az egész tartás... Hát így van kialakult, ki van kopva a bőr a fenekén, érted? Tehát tökélet. És egymás ráadásul nem is tudják segberugni. Azért köröznek így egymás mellett szerintem, hogy Kongó... Ugyan másságban, nem megy nekem se bongó, nem próbálta, nem. Viszont meg tudom a lábammal markolászni a seggedet. Borzasztó őrjöngés, tényleg a
A tárgyak tudnak engem igazából kikészíteni. A lekváros üveg esete, ha az leesik, az már reggel tudja, hogy le fog esni. Mikor kicsit renyhül a fogás, izzad a tenyér, megmozgatja magát, és széttörik. Na és ezzel nem tudsz mit csinálni. Ugyanis nem lehet felmosni, mert cilánkos. Nem tudod felporszívózni, mert lekváros. Egy valamit tudsz csak csinálni, hogy torkot szakadtából üvöltesz fölötte, egész addig, amíg nem jön az asszony, és föl nem takarítja. Visszatérve a motoros fűkaszára, nem véletlen, hogy a halál is a régi kaszát használja. Mert ha nehogy Isten rászokik erre az újra. Mire berántja, mire átjön a szomszédtól berúgva, és oda... Mindjárt ne haragudj véget! Tartsd a nyakad! Ó, bekapta a köpenyem a kurva anyját!